szeretettel köszöntünk titeket, gyertek, dicsérjük az Istenünket, mert ő méltó rá. Őrhelyemre állunk, megállok a bástyán, hallgatom, hogy mit szól az Isten hangja hozzám. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Sok vízugását, hallani hangját, igazságot szóló atyának szavát. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Hófehér haját, hófehér haját, bölcs homlokát, ízó szemét, a tűz tekintetét. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Meglátjuk majd egyszer őt, elváltozunk áldázatára, akiben megvan ez a reménység. Szent az Úr, halleluja, szent az Úr, halleluja, szent az Úr, szent az Úr. Őrhelyemre állok, megállok a bástyán, hallgatom, az Isten hangja hozzám. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni. Mint sok vízugását, mint sok vízugását, hallani hangját, igazságot szóló atyának szavát. Úgy vágyom, ez a vágyom igaz. Hófehér haját, hófehér haját, bölcs homlokát, ízó szemét, és a tűz tekintetét. Úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Meglátjuk majd. Thank you.
kereszten helyettem szenvedtél. Köszönöm, hogy szerettél, és a szerelmeddel szabaddá tettél. Most már nem engednek el, ha engem ragaszkodik hozzá. Szenved, mennyei erővel a fájdalmas lelkünt betöltöd örömmel. Úr Jézus életem felett vég teljes uralmat, hogy választodhoz méltó várjam nagy napodat. Uram, nézzen igazságodat.
áldozom szent szellemet. Hadd világítsam, míg visszatérsz. Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel. A fájdalmas lelkült betöltött örömmel. Úr Jézus, életem felett vigy teljes uralmat, hogy válaszot hozz méltó, várjam nagy napodat. Uram, égtem igazságodat, szomjazom szent szellemet, tűzik Jézus szöv. Uram, érzem igazságodat, szomjazom szent szellemet, tűzít. Jézus, töltsd le lámpásomat, hadd világítson, míg visszatér. Szellem, erősíts meg, tisztítsd meg szívemet, hogy mindig veled járjunk, adj még több kegyelmet, hogy hűséggel harcoljam meg a híd nemes harcát. Az út végén meglássam az én Uram nélkemet, hogy Uram, én te igazságodat, szomjazom szent szellemet, tűzít. Jézus, töltsd le lámpásomat, hadd világítson. Uram, érzem igazságodat, szomjazom szent szellemet, tűzít. Jézus, töltsd le lámpásomat, hadd világítson, míg visszatérsz. Hadd világítson, míg visszatérsz. Hadd világítson, Uram, világítson, míg visszatér. Ha a mélyben lent járok, tudom, te mellettem leszel. Yeah.
vagyok, meg együtt, megvallom. Megvallom, szeretlek, a szívemből dicsérlek. Te Úr vagy felettem, így hét szívem meghallom. Megvallom, szeretlek, szívem. Imádlak, Atyám, hatalmas és csodás a szentséged, Úrom. Te vagy a kép, a dicsőség és imád, áldozz. Gyere neked még egyszer, imádlak, Atyám. Imádlak, Atyám, hatalmas és csodás a szentséged, Uram. Te vagy a kép, a dicsőség is imádlak, áldom szent neved, mint örökké. Nyújtom az ég.
Imádunk téged itt ezen a helyen. Lord God, we worship you in this place. Nagyon jó Istenem tudni azt, hogy te is itt vagy most közöttünk. And Lord, it's just so good to know that you are here present with us. Hogy a király itt van most közöttünk. That the King himself is here. Megállunk előtted, atyánk. And we stand before you, Father. És dicsérünk téged. And we praise you. Azért, aki te vagy. For who you are. A mindenható Úr. You are the Lord Almighty. Az igaz Isten. The one true God. A mindenek fölött való Atya. The one who is above all things. A békességnek a fejedelme. And the Prince of Peace. Itt vagy most is közöttünk, Istenünk. And you are present with us here. És megvalljuk, hogy nélküled nem szeretnénk innen tovább menni. And Lord, we confess that we don't want to leave this here, leave this place without you. Szeretünk téged. We love you. Dicsérünk téged. And we praise you. És várunk rád. And we are waiting for you. Hogy ma is újra tölts be minket teljesen tetőtől talpig. That again today you would fill us with your spirit top to bottom. A leginkább erre van most szükségünk. And this is what we need the most. Találkozni veled. To meet you. Újra előtt meríteni belőled. And to gain strength from you again. Veled menni innen tovább. And to leave this place with you. Kérlek, Istenem, nyisd ki így a mi szívünket. So Lord, I ask that you would open our hearts. Nyisd meg a te igédet. And open your word to us. Hogy meg tudjuk érteni azt. That we might understand it. Te drága nevedben imádkoztuk mindezt. In your precious name. Amen. 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 Sziasztok! Jani megkérte arra, hogy folytassuk a korintusi levelet, szóval ezt fogjuk ma reggel tenni. So good morning everyone again. Jani has asked me to continue looking at the letter to the Corinthians, so that's what we are doing this morning. És eddig azt láttuk, hogy ezek a szegény korintusok, amihez hozzáfogtak, valahogy elrontották. And so far what we have seen is that whatever these Corinthians in the church started doing, some way or another they messed it up. Olvastunk arról, hogy azt mondja az egyik, hogy ő csak az egyik tanítója, a másik meg a másik tanítóé, akkor viszálykodást támadt közöttük, és világi bíróságokra mentek. So we've read that some believers believed to only follow or some believers thought that it was right to only follow one of the teachers, and then it was all quarreling between them, and then they took it to the court of law. Akkor bizonyos szokások megbotránkoztatták a másikat, hogy akkor most befedjék az asszonyoknak a fejét, vagy ne, vagy akkor hogy vegyenek úrvacsorát. And then certain traditions offended others in the church, for example, whether to cover your head as a lady or how to take the Lord's Supper. Mindenféle paráznaság volt ebben a gyülekezetben, és Pálnak le kellett írnia, hogy mi az, amit tegyenek, és mi az, amit ne. And there were all sorts of immorality taking place in this church, and so Paul had to write down what they should and shouldn't do. És ez a sok-sok terület, ahol probléma volt, ez megbontotta a gyülekezetnek az egységét. And all these areas of trouble in the church caused the division in the unity of the church. És szerintem ez sokszor természetes, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott két vagy háromféle különböző vélemény is van. And I think this is actually kind of a natural thing, because where two or three are gathered together, that naturally means two or three different opinions. És sokszor nehéz egységre jutni. And often it's kind of hard to get onto the same page. És tudjátok, Jézus követőiként Isten azt szeretné, hogy
egységben legyünk mindannyian. But you know, as followers of Jesus, it is the Lord's desire that we would be in unity with one another. Mert Isten is így létezik, hogy Atya, Fiú, Szentlélek tökéletes egysége. Because this is exactly how God himself exists. He is the perfect unity between three entities, the God, Father and the Son. Hogy ők mindig egy szolgáló, szerető kapcsolatban voltak és lesznek egymással, és Isten azt szeretné, hogy mi mind gyülekezet ezt tükrözzük. Sorry, the three entities are Father, Son and Holy Spirit, and he has always existed in his perfect unity of three, and he wants to see that mirrored in the church as well. És nekünk keresztényeknek a legjobb dolog, amit alapul tudunk venni ehhez, ez a Szentírás maga. And for us as Christians to take something to take as a foundation for how to live this out is scripture itself. Mert nagyon-nagyon gyakorlatias tanácsokkal lát el téged az életben. Because it is full of very practical advice for your life. Hogyha ha kéne írnom egy könyvet arról, hogy hogyan élj egy értékes, egy maradandó, egy olyan életet, amiben amúgy után lesz örökség, akkor azt mondanám, nem kéne megírni, mert ezt már megírták, ez a Biblia. If I had to write a book about how to live a fulfilling and long-lasting life that is bearing fruit as well and has some meaning to it, I would actually say, well, it's already been written and it's called the Bible. És a korintusi gyülekezetnek is Isten Pálon keresztül nagyon gyakorlatilag mondja el, hogy mi az, amit csináljanak és mi az, amit ne. And God is telling the Corinthian church what they should and shouldn't do very clearly through the work of Paul. Mert amikor viszálykodás támad közöttük, akkor azt mondta, hogy ne menjetek világi bíróságra, inkább a sérelmet azt fogadjátok el, és ezáltal mutassatok Krisztusra. Because Paul said, whenever there is quarreling between you and the church, don't take that to a worldly court, but instead, try to minimize that the issue between you so that you show unity to the world. Az, hogy kinek ki a tanítója, az nem számít. Egy tanítótok van, ez pedig maga a Krisztus. What teacher or preacher you follow specifically does not matter because there's only one teacher himself and that is Jesus. Amikor hűtlenség meg paráznaság volt köztük, akkor azt mondta, hogy ezzel nem csak a másik ellen vétesz, ezzel saját magad ellen vétesz, ezzel tönkreteszed az életedet. And when there was infidelity and immorality among them, he said that it's not just something or the sin doesn't just cause destruction for the other person, but it's actually destructive to your own life. Ezek akkor gyakorlatias problémák voltak és gyakorlatias válaszok érkeztek rá. So at the time these were all very practical issues and Paul gave them very practical advice. És a Biblia az ilyen gyakorlatias az életünkre nézve. And the Bible is just as practical for our life as well. Hogy hogyan éled az életed emberek között, hogyan éled az életed az élet mindennapi apró területeibe. How to live your life with other people around you and down to every single little detail of your life. És mi keresztények azért egy kicsit furcsa figurák vagyunk. And you know, as Christians we are kind of weird sometimes. Mert értjük azt, hogy a gyakorlati dolgokban a Bibliát tudjuk alapul venni, mégis Isten azt mondja, hogy van valami extra, ami ezt élővé fogja tenni. Because we do understand that for our everyday life, we can take the Bible as our foundation for our practical things, but God also says that you need a little bit of extra to live a fulfilling life. Hogy jól meg tud élni, hogyha többet is akarsz élni, hogyha többet akarsz látni, mint a látható, ahhoz kell valami ezt extra. That you needed something else, that little bit of extra to live a life fulfilling, something worth living, and something that is more visible to the, something that is more than visible to the eye. És Jézus, aki miatt megismerhettük az Istent, azt mondja a tanítványoknak, mielőtt meghalt volna értünk, hogy zálogul adja nekünk a Szent Lelket. And before Jesus died for our sake on the cross, he says to his disciples that he sends his Holy Spirit as a present to us. És a János 14 azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, ezt Jézus mondja, hogy aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek. And Jesus says in John 14:12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. És Jézus azért elég nagy dolgokat tett, igaz? And Jesus has done some pretty great things, right? Feltámadt a halálból, sőt, mást is feltámasztott a halálból. He himself was raised from the dead, and he resurrected others from the dead as well. Gyógyított, lecsendesítette a vihart, vízen járt. He healed people, and he calmed the storm, and he walked on water. Én be kell valljam nektek, én úgy jöttem ma ide, hogy én még egyiket se tettem ma meg.
And I have to admit that I came here to this church this morning not having done any of these things yet. És Isten mégis azt mondja, hogy odaadta nekünk a Szent Lelkét, aki bennünk él, és nagyobb dolgokat fogunk tenni, mint Jézus. But still God tells us that he has given us his Holy Spirit, and by him we are going to be able to do greater things than Jesus himself. És erről sokan sokfélét gondoltak, írtak, meg leginkább hittek. And a lot of people have written and thought a lot of different things about this specifically, and believed different things as well. De szerintem nem ezekre a nagy dolgokra kell gondolni, mire rögtön itt eszünk, rögtön eszünkbe jutnak. But I don't think that we immediately have to jump to these amazing things that we usually do when we hear this. Hogy nem a nagy csodák, a természet feletti megtapasztalások, olyan dolgok, hanem inkább olyan dolgok, amik az ember szívébe történnek, és láthatatlanok kívülről. So instead of thinking of like the big miracles or revelations or experiences, we should think about what happens in your heart and those little things, those fine things that are invisible to the eye. Például, hogyha valaki belátja azt, hogy hibázott. For example, if somebody is able to admit that they were wrong. És ezek közül is szerintem a legnagyobb az, amikor valaki azt mondja, hogy eddig össze-vissza éltem az életemen, hogy nem volt bennem szeretet. Önző voltam, nem érdekelt más, de ezen szeretnék változtatni. And I think the greatest of these things actually is when somebody is able to say, I lived a crazy life, I didn't have any love in me, I was selfish, and I want to give this up and I need help. És mivel magamon nem tudok változtatni, szeretném azt, hogy valaki változtasson rajtam. And because I can't change myself, I can't help myself, I want somebody else to help me. A legnagyobb az, amikor valaki azt mondja, hogy Jézus, én megbízok benned. Hoz változást az életembe. So the greatest thing that you can do is admit to Jesus that you need help and that you need him to bring change into your life. És hányan hittek Jézusnak a szolgálata alatt? How many people do you think believed Jesus during his time of ministry? Hát ott volt a 12, meg a tömegek, akik látták a nagy csodákat, látták a megtapasztalásokat, ott voltak végig. So we have his 12 disciples, and then we have the crowds who have experienced and seen his miracles. Aztán a tömegek már a halálát akarták. And then those same crowds actually wanted his death. A tanítványok, akik látták a csodákat, azok elfutottak. His disciples who have seen him carry out miracles ran away. Péter is, aki azt mondta, hogy ő aztán soha. Even Peter himself who said, I will never leave you. Elfutott és kármolva tagadta meg Jézust. He ran away and he denied Jesus. És Jézus ígérete az volt, hogy ő elmegy, akkor elküldi a pártfogót. And Jesus's promise was that when he leaves, he would send his advocate. És amikor ez megtörtént, és Péterék megkapták a Szent Lelket, az első beszédékor Péternek 3000 ember mondja azt, hogy Jézus, én követlek. And when this happened, and the Holy Spirit came, and Peter and the others received the Holy Spirit, after his first sermon, 3,000 were saved. És ez szerintem több, mint Jézus egész 3 éves szolgálata alatt. And I think this 3,000 is probably more than all that were saved during the 3 years of Jesus' ministry. És hogyha jól megnézed ezt a termet, akkor itt azért az elmúlt 20 vagy 25 év során elég sokan mondták azt, hogy Jézus, én követlek téged. And if you look around in this room, during the past 25 years, there have been a lot of people saying, Jesus, I want to follow you. Sőt, ha belegondolsz abba, hogy hány meg hány millió ember van a világon, aki az élete árán is ezt vallja, akkor azt mondjam, hogy ezek, igen, ezek nagy dolgok. And then especially if you think about the millions of people who confess Jesus to be their Lord, even at the price or the cost of their life, these are great things. Ez a Szentlélek munkája rajtunk keresztül. And this is the work of the Holy Spirit through us. És Istennek a lelke az elengedhetetlen ahhoz, hogy úgy éljük azt az életet, hogy embereket segítünk meghozni a legnagyobb döntésükben, az életükben. And the Holy Spirit is indispensable for the work that God is doing, bringing people into his family. Családtagok, kollégák, barátok, vagy csak a házban lakó néni. Whether it be your family members, your colleagues, or the little old lady who lives next door. És mindezt Isten úgy teszi, hogy nem egy törvényben élő életet képzel el nekünk, ahol csak az igenek, a nemek, meg a szabályok vezetnek.
And all of this, God doesn't design us, or God doesn't desire us to live a life, like a rigid life under the law where there's only yes and no. Hanem amiben valaki valami megmagyarázhatatlan, valami láthatatlan, valami megfoghatatlan módon vezette az életemet. But rather a life where there is someone else who is leading my life in this undescribable, incredible, invisible way. És ez a valaki az Isten lelke, aki bizonyos helyzetekben rajtunk keresztül megnyilvánul. And this someone is the Holy Spirit of God, who sometimes, somehow, in specific situations, reveals himself through us. És azon felül, hogy a Szentlélek élővé teszi az életünket, a közösségeinket, az igét, bizony ajándékokat is adott. And other than the Holy Spirit making our fellowship and our life living and alive, he has also granted us some gifts. És ezek az ajándékok jók. And these gifts are good. És Isten azt akarja, hogy használjuk őket. And God wants us to use these gifts. És mindenkinek adott ajándékokat, vagy ajándékot, senki nem maradt ki belőle. And everybody has been given at least one gift, and nobody is left out from this. És amikor megtértél, a Szentlélek beköltözött az életedbe, és megajándékozott téged. And when you were saved, the Holy Spirit came into your life and gifted you with something. És mi keresztények, ki milyen háttérből érkezik, vagy nyitott, vagy kevésbé nyitott a szellemi dolgokra, hajlamosak vagyunk túlzásokba esni. And us Christians, depending on, you know, your background or how likely you are to believe these things, we tend to go to the extremities in this. Mert vannak, akik elzárkóznak a Szentlélek ajándékaitól, és azt mondják, hogy ez az apostolok idejében működött, de ma már nem. Because some people totally close themselves off from the gifts of the Spirit, saying that these were only present at the time of the apostles, but not today. És amit keresztények művelnek a Szentléleknek a nevében, az leginkább emberi, vagy rosszabb esetben démoni. And what Christians are doing in the name of the Spirit today is either just of, you know, of the flesh or humanly, or actually of Satan. És én megértem őket, mert tényleg nagyon sok furcsa dolog történik, ami a Szentlélek ajándékaihoz kötnek, de nem az egyházat építi. And I understand where they are coming from, because there are a lot of things that can be tied to the gifts of the Spirit, but are actually not serving the furtherance of God's kingdom. Hanem pont ellenkezőleg leépíti. But actually the opposite. It's destroying it. És azt gondolom, hogy ez tényleg a gonosznak a munkája. And I believe that this is actually the work of the evil one. Mert kihasználja azokat az embereket, akik tudatlanok. Because he takes advantage of people who are ignorant. Akik szeretik az Istent, hirdetni akarják az ő kegyelmét, a megváltást, de nincs elég ismeretük. People who love the Lord and want to take his message of the good news, but they don't have enough information or knowledge. És igen, Istennek nincsen szüksége ahhoz, hogy valakit használjon, hogy csak legyen két teológiai diplomája, de legalább egy. And of course God doesn't need you to have at least one degree to be able to take his message to people. Ha Isten a köveket akarja használni, akkor a kövek fognak szólni. If God wants, the rocks will cry out about him. De egyszer valaki azt mondta, hogy ha Istennek nincs szüksége a tudásunkra, akkor a tudatlanságunkra végképp nincs szüksége. And someone once told me that if God doesn't need my knowledge to spread his message, then he doesn't need my ignorance either. És mennyivel inkább látjuk Isten az igét, az egészét, azt a nagy képet, amit adott nekünk. And how much more do we see the whole picture, the big picture that God has given us? Nem csak egy-egy dolgot kiragadunk és föltűzzük az ászlónkra. Rather than just picking and choosing from the Bible and putting it up on our banner. Hanem látjuk azt, hogy hogyan áll Isten az emberhez, mi az ő nagy terve, mi az ő nagy képe. But rather being able to see what God's mindset is towards mankind and what is his vision and his big plan. Akkor sokkal egészségesebben tudunk állni ezekhez a dolgokhoz is. Then we will be able to have a much more healthy mindset towards these things as well. És a gonosz az kihasználja a tudatlanokat, hogy aztán utána romboljon. And Satan exploits the uninformed or the unintelligent for his destruction. Pál azt írja, a lelki ajándékokra nézve pedig testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. So Paul writes in verse 1, now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Hogy a korintusi gyülekezeten belül sok testies problémában felül még a lelki dolgok tekintetében is nagy volt a zavar.
So in the Corinthian church, other than like all the carnal sins and the issues of the flesh, they also had confusion about spiritual matters. És nagyon érdekes, hogy Pál háromszor említi a leveleiben, hogy ne legyünk tudatlanok. And it's very interesting to note here that Paul actually mentions that we shouldn't be uninformed three times in his letters. Az első a lelki ajándékok, a második Izrael terve, vagy Isten terve Izraellel, a harmadik pedig Jézus Krisztus második eljövetele. So the first one is here talking about the gifts of the Spirit. The second one is God's plan for the nation of Israel, and the third time he mentions it, it's about Jesus' second coming. Mi az a három téma, ami leginkább megosztja az egyházat? And what are the three things? What are the three topics that cause the greatest division within the church? És a legtöbb vad dolog jön ki belőle, ami a kívülállók számára nonsense. And causes the most amount of like wild things coming out of the church that looks or seems nonsense from the outside. Szerintem pont ez a három. I think it's actually these three things. Pál azt mondja, hogy járd körül a témát, ismerd meg az egészét, és utána használd. So what Paul says is to do your research, to look into it and see the big picture and then use it. És az ismeret hiányából fakadó félelem miatt sokan vannak itt is, akik nem merik használni ezeket az ajándékokat. The fear that is rooted in the lack of information or knowledge causes a lot of people to be afraid of using these gifts of the Spirit. És én megértem őket, mert amikor legelőször ebbe a terembe jártam és elkezdődött a dicsőítés. And I understand these people because the very first time I came into this room to church and the worship started. És egy-két ember felállt, gondoltam, látni lehet, miért állnak föl? And you know, a few people started standing up. I thought maybe they can't see or so they want to see better standing up. Aztán utána fölemelték a kezüket. And then they lifted their hands up. Aztán a másik kezüket is. And then the other hand as well. És úgy voltam, mint hogy hova kerültem? Mi történik itt? And I was thinking, where have I ended up? What's happening here? És aztán utána rá kellett jöjjek arra, hogy ez is egy módja kifejezni az imádatomat Istennek. And over time I had to realize or understand that this is one way of expressing my devotion to God. És ha ezt nem teszem meg a testemmel, a számmal, a kezemmel, akkor megfosztom magam valamitől. And if I don't do this with my hands and with my mouth, then I actually deprive myself of something special. Mert nem Istennek van szüksége a feltett kezeinkre, hanem nekünk, hogy jobban lássuk őt. Because God doesn't need us to lift our hands up to him in praise, but we need that to happen so that we might be able to see him better. És ez szerintem hasonlít az ajándékokhoz is, hogy sok ajándékunk van, de lehet, hogy valamilyen félelem miatt nem merjük használni őket. And I think this is similar to our spiritual gifts, that we have been given a lot of these gifts, but for some fear, we are unable to use them. És erre pedig ott van az ismeret, ahogy Pál írja. But the solution for that is knowledge, like Paul says. És az ismeret az megóv az ellen is, hogy rosszul használjuk ezeket az ajándékokat. Knowledge will also prevent you from using these gifts in the wrong way. Hogy azt higgyük, hogy ezek Istentől vannak, ezek a lélek ajándékai, or believing that these gifts are from God and they are the gifts of the Spirit. Miközben lehet, hogy csak emberi lelkesedés, hév, izgalom, tömeg, ambíció vagy testi vágyak. While actually these actions might just be you know, of the flesh, or it might be caused by your enthusiasm or your just the drive of the crowd and it's just of the flesh. Azt mondja, hogy tudjátok, amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtatokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szent Lélek által. You know that when you were pagans, somehow or other, you were influenced and led astray to mute idols. Therefore, I want you to know that no one is speaking by the Spirit of God, says, no one who is speaking by the Spirit of God says, Jesus be cursed, and no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Azt mondja, hogy a múltunk, a vallásos vagy nem vallásos hátterünk, az befolyásolja azt, hogy hogyan állunk a lelki ajándékokhoz. So what Paul is saying here is that our background, whether religious or non-religious, influences our mindset towards these spiritual gifts. És a korintusi gyülekezetben ez volt a probléma. And this was the problem itself in the Corinthian church. Hogy az emberek vitték a kis múltbeli csomagjukat, pogány városi kultuszt, istentelen hagyományokat. That people were bringing their you know, their old baggage into the church and then to the church experience, their idol worship.
Mindemellett rajongtak a lelki ajándékokért. At the same time, they were like on fire. They were enthusiastic for the spiritual gifts. És ez a mix, ez egy jó nagy zavart okozott a gyülekezeten belül. And mixing these two things caused this huge confusion within the church. És a kívülállók, akik nem jártak abba a gyülekezetbe, azt gondolták, hogy ezeknek elment az eszük. And those looking in from the outside who didn't attend the church, they thought, well, these people have gone crazy. És a következő részekben majd Pál helyre teszi őket ebbe. And going forward, Paul is correcting them in these. De azt is mondja, hogy úgy lehet megkülönböztetni, hogy mi az, ami tényleg Istentől van, mi az, ami a léleknek az ajándéka, hogy az mind Jézusra mutat és építi az egyházat. But what Paul is also saying here is the way to differentiate between what is of God and what isn't a spiritual gift is that the spiritual gift will point towards Jesus. És persze ezen a területen nem minden fekete és fehér. And of course in this area not everything is black and white. Mert vannak, akik Jézus nevében tesznek nagy dolgokat, megtapasztalásokat, átéléseket, de nem az egyházat építi. Because there are a lot of people who do great things in the name of Jesus and you know big revelations and miracles, but they are not to they're not building up the kingdom of God. Nem a Krisztus egyházát építi, hanem a saját maguk kis közösségét. And they're not building the church of God, but rather building up their own church or their own congregation. És Jézus arról beszél, hogy lesz majd egy nap, amikor ők meglátják őt, és azt mondják, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben jövendöltünk. And Jesus says, well, there will come a day when people will say, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Nem a te nevedben űztünk ki ördögöket? And didn't we drive out demons in your name? És lesznek olyanok, akiknek Jézus azt mondja, hogy sosem ismertelek titeket. And to some, Jesus will have to reply, away with me, away with you, I never knew you. És amikor Jézus erről beszél, akkor azt is mondja, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg azokat, akik tőlem vannak. And when Jesus is speaking about this, he is also saying that you will be able to tell who is my follower by their fruit. És igen, a gyümölcstermés egy hosszú folyamat, sokszor nem látjuk, hogy mik lesznek a végső gyümölcsök. And bearing fruit is a long process, and sometimes we don't see what the actual fruit is going to be. De azt tudjuk, hogy mik a jó gyümölcsök, meg mik a rosszak. But we know very clearly what the good fruits are and what the bad fruits are. És hogyha láttok valami furcsaságot, akkor nézzétek meg, hogy azok most jó gyümölcsök-e vagy rosszak, és hogy építik-e az egyházat. And if you see some strange things happening or taking place, then examine whether these are good fruits or bad fruits and whether they are building up the church or not. A Szentlélek sose önmagát fogja felmagasztalni, sose embereket fog felmagasztalni. The Holy Spirit is never going to glorify people or lift people up for their sake. Hanem egyedül Jézust mutatja be, és rá irányul mindenféle munkája. Milyen Jézus igaz természete. But instead in all of his work, in all of his action, it is always going to point towards Jesus and to his character. A kegyelmi ajándékok között ugyan vannak különbségek, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt végigviszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon bele. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Azt mondja, hogy vannak különbségek, de az Úr az ugyanaz. So he says that there are differences, but the Lord is the same. Hogy Isten színessé tette az egyházat ezzel, és azért adattak, hogy használjuk őket mások javára. That God has made the church colorful by these different kinds of gifts, and that they have been given so that we might be edifying each other. Hogy Isten megajándékozott bennünket természetfeletti dolgokkal. Amikor a Szentlélek különleges módon munkálkodik. That God has gifted us with these supernatural things through which the Holy Spirit is able to work. Hogy isteni erők nyilvánulnak meg, azaz csodák történnek. That through them the power of God is manifested, or in other words, miracles happen. És utána a következő versben meg azt mondja, hogy megajándékozott bennünket szolgálatokkal is.
And then in the next line he says, well, he has gifted us with different kinds of service. És engem az bosszant, hogyha valaki az egyiket azt magasabbra, fontosabbnak tartja, mint a másikat. And it always annoys me when some people think that one service is higher than the other or more important. Hogy a csodák vagy a megtapasztalások azok fontosabbak lennének, mint a szolgálatok. That these revelations or miracles themselves should be more important than service. Hogy mondjuk szentebb valami lelki dolgot csinálni, mint mondjuk kitakarítani ezt a termet, hogy rend legyen. That it is more holy to do something like teaching or cleaning this room than cleaning this room. És igen, vannak különbségek, mert vannak ajándékok, amiket születésenkor kaptunk. And yes, there are different kinds of gifts because some of them we have been given at the time of our birth. Hogy valaki jó szervező, valaki jó vezető, valaki nagyszerű művész. That maybe somebody was gifted with a good skills of organization or leadership or a good artist. És hogyha ezeket az ajándékokat Isten szolgálatába állítod, akkor ezek ugyanolyan értékesek, mint a nagy lelki csodák és megtapasztalások. And if you take these gifts and put them into the service of God, then they will become just as great as the miracles or revelations them otherwise. És Isten ezeket azért adja, hogy használjuk őket a másiknak a javára. And God has given these things so that we might use them for the sake of others. És a következőkben meg fogunk nézni párat, de a lista az nem teljes, szóval a Róma 12-t meg az 1 Péter 4-ben még láttok lelki ajándékokat. And then Paul goes on to say or to list a few of these gifts, but this is not an exhaustive list. So you can see more of them in Romans chapter 18 or 1 Peter 14. 1 Peter 4. Mert némelyek a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékát. To one there is given through the Spirit a gift, a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. Yet to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit. Az első, amit Pál említ, az a bölcsesség. So the one that Paul, or the first one that Paul mentions here is the message of wisdom. Ez pedig annyit tesz, hogy jól dönteni olyan élethelyzetekben, olyan kérdésekben, aminek a végét nem ismerjük. And basically this means making the right decision in any situation where we don't know what the outcome is. Na ez az, amire mindenkinek szüksége van. And this is something that we all need. És a példabeszédekben Salamon azt írja, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. But in Proverbs Solomon says the beginning of wisdom is the fear of the Lord. És akkor én egy kicsit megnyugodtam, mert akkor ez azt jelenti, hogy nekem akkor van egy kicsi. And this does give me a little bit of comfort because this means that I have a little bit of wisdom at least. Sőt, Jakab azt mondja, hogy akinek nincs, az egyszerűen kérjen, és Isten meg fogja adni. És nem csak meg fogja adni, hanem örömmel és nagy lelkűen meg fogja adni. And then James says that if any of you lacks wisdom, you should just be bold and ask of God, and he will grant it. And he won't just give it, but he will give it abundantly. És emlékszem arra, amikor én még nem adtam oda az életemet Jézusnak. And I remember a time when I hadn't yet surrendered my life to Jesus. És otthon nálunk a vasárnapi ebéd az a szent. And for us in the family, Sunday dinner is like our, you know, special holy time. És akkor sokféle témáról beszélgetünk. And then we are always talking about all these different topics. És mondjuk, hogyha ott vannak nővéremék. And then, you know, maybe my sister was there. Akkor is sokféle témáról beszélgetünk, és emlékszem, hogy így hallgattam őket, hogy különböző témákról, és hallgattam azt, hogy honnan van bennetek ennyi bölcsesség? Hogy? And I remember, you know, listening to their conversation about all of these different things, and I remember thinking to myself, how do you have so much wisdom about these things? Honnan jön ez? Én is ilyen szeretnék lenni. Where is this coming from? I want to be like this too. És azt gondolom, hogy ez annak a gyümölcse volt, hogy ők már elkezdték megismerni Istent. And I believe that for them, this was already a fruit of their relationship with Jesus. És ha szeretnél bölcs lenni ebben az életben, jó döntéseket hozni a családodban, munkahelyedben, karrieredben, akkor ez az útja a dolgoknak. And if you want to be wise in this life, if you want to make good decisions in your family or your career, this is the only way. De vannak emberek, akiket Isten megajándékoz extra bölcsességgel. But there are some people whom God gifts with some extra wisdom. És ők azok az emberek a gyülekezetben, akikhez lehet fordulni tanácsért. And these are these people in our church that you can turn to for advice.
Hogy honnan tudod, hogy te is ilyen ember vagy? So how do you know that you are one of these people? Hát onnan, hogy oda mennek hozzád és megkérdezik tőled, hogy mi a véleményed ebben meg ebben a dologban. If people come up to you and ask your opinion in certain matters. És mikor megkérdezik, akkor nem csak valami felszínes dolog jut eszedbe, hanem valami olyasmi, amiben látod a másiknak a szemében, hogy hú, lehet, hogy ez a megoldás az én kérdésemnek. And when they ask for your advice, you don't just say something, you know, surface level, but rather your response to them, you see in their eye that it is something that they needed. It was something that this is what they were wanting. Ezek az emberek, ezek jó tanácsadók, gyakorlatiasak, bele tudják helyezni magukat a másik embernek a helyzetébe. These people are always good at giving advice and they are very empathetic and they're able to place themselves in their shoes. És Isten lelke rajtuk keresztül tudja építeni a másik embert, úgyhogy mi a jó döntés, mi a következő lépés. And through them, the Holy Spirit is able to build that other person up by showing them or declaring them what the right choice is. És a másik ilyen ajándék az ismeret igéje. And the next thing that Paul says here is a message of knowledge. És vannak emberek, akik szeretnek sok könyvet olvasni, és minden héten új könyvet vesznek, és elolvassák, és aztán újra vesznek. There are some people who just love reading and you know they read books just day in day out, they get new books every single week. Hogy imádják a Wikipedia oldalakat, sőt még a lábjegyzeteket is imádják, mert még több információ van ott. And they love reading Wikipedia articles and they even look at the footnotes because there's just more information there. És ezek tök jó dolgok, mert az ismeretükkel tudnak szolgálni a másik ember felé. And these are great things because with their knowledge they're able to serve others. De itt szerintem egy kicsit többről van szó, mint pusztán tudásról. But I think there is again something more here than just mere knowledge. Hanem arról, amikor valaki úgy szól, vagy olyan dolgot mond, mint hogyha az az ember az tudná, hogy a másik éppen milyen helyzetben van éppen. It's rather about the time when the person is able to say something specific to someone else that is what that person needed exactly in their situation. Hogy ismeri a jelenlegi helyzetét vagy a múltját. That it feels like they know, he knows their specific life circumstance or their past. És emlékszem arra, hogy egyszer egy barátom mesélte, hogy elvitte az édesanyját egy istentiszteletre. And I remember one time one of my friends told me that he took his mom to church. És ő akkor először volt gyülekezetben. And this was her first time in church. És meghallgatták a prédikációt, és akkor mentek hazafelé, akkor az barátom édesanyja kérdőre mondta a barátomat, hogy te miért meséltél rólam a lelki pásztornak? And you know they listened to the whole preaching and then on their way home the mom asked the son, you know, why did you tell the preacher about me? Hogy képzeled ezt? Hát azt éreztem, hogy minden szó az nekem szól pont. How dare you, you know, share about me with your minister? I felt like all of his words were specifically meant for me. És persze a barátom egy szót sem szólt, a pásztor azt se tudta, hogy ki van ott a terembe. And of course my friend had never spoken about his mom to the minister, you know, he didn't even know who was in the room at the time. De az ismeret beszédének ajándéka működött a pulpitusról. But because of this gift of message of knowledge, it was working from his teaching, from the pulpit. Csak annyi történt, hogy Isten beleszólt annak az embernek az életébe. So truly what was taking place was God speaking specifically into her life. És én a szakmámból fakadóan elég sok ilyen tréningen, prezentáción, előadáson ülök. And in my workplace I have to sit through a lot of these different like presentations or talks given. Hogyan csináld ezt, hogyan csináld azt, hogyan ne csináld ezt, hogyan ne csináld azt. And you know how to do this or how not to do that. De egyszer sem történt az, hogy valaki úgy beleszólt volna az életembe, mint egyszer-egyszer tanítás alatt. But I have never actually experienced once in my life somebody speaking to me like straight into me like it would be in this case. Hogy pont akkor, pont ott, pont arra volt ott szükségem, és úgy szóltak hozzám, mint hogyha Isten szólt volna. Feeling like, you know, what they said was exactly meant for me, for my specific situation, as if God was speaking to me. Ez csak a Szentlélek tudja, de embereken keresztül. This is only something available only to the Holy Spirit, and he can only do this through people. Pál úgy folytatja, hogy ugyanattól a lélektől kaptuk a hitet. And then Paul goes on to say, it is by the same Spirit that we have been given faith. És amennyire én látom, hit nélkül ezt az életet nem lehet élni. And the way I see things, there is just no way to live life
without faith. Valamilyen hite kell az embernek, hogy legyen, hogy bármi ezt hozzá tudjon fogni. Everybody has to have some faith, some belief in something, to be able to do anything. És én a szakmámban dolgozom amerikaiakkal, meg dolgozom kelet-európaiakkal. And in my job, I work both with Americans and with Eastern Europeans. És én nagyon szeretem az amerikai hozzáállást, mert határ, az a csillagos ég, meg azon túl. And I love the mindset of my American colleagues, because for them, you know, the limit is, the sky is the limit, and they can do anything. You can do it. Meg tudod csinálni. A kelet-európai kollégái meg azt mondják, Balazs, problem is next. My Eastern European friends say the following. Hogy az egyik az hisz benne, a másik meg nem. One believes in the solution and the other just doesn't. És igen, vannak neveltetésbeli, meg vannak kulturális különbségeink. And of course we have, you know, our cultural differences and differences in our upbringing. De a hit az elemi része a keresztény életünknek, és amikor megtértünk, akkor kaptunk. But faith itself is an integral part of our Christian life, our Christian beliefs, and when we were saved, we were given faith. Akinek, aki megtért, annak van hite, kinek több, kinek kevesebb. If you are saved, then you have faith, whether a little of it or a lot. De a hit ajándéka az az, hogy valaki minden valós körülménye ellenére hisz abban, hogy Isten végig fogja őt vinni azon az élethelyzeten, azon a feladaton, és betartja az ígéreteit. But the gift of faith specifically means that that person who has this gift relentlessly believes that what God has promised is going to come, is going to become real through anything and everything. Pont úgy, mint mikor Péter kiszállt a csónakból. Exactly how it was with Peter getting out of the boat. Semmilyen körülmény nem volt amellett, hogy ő fönnmaradjon a víz felszínén. There were no circumstances that should have granted him to stay above the water. De mivel Jézus mondta neki személyesen, és ameddig ő ránézett, addig ment. But because it was Jesus himself personally calling him out of the water, and as long as his eyes were fixed on him, he was walking on water. És Isten egyes embereknek ad ajándékot arra, hogy távolinak, megvalósíthatatlannak, álomnak tűnő dolgok mellett kitartsanak, végigvizgyék, mert Isten mondta nekik. And some people just give these gifts of faith to some people, that they are able to believe in something that God has declared for them or revealed for them through anything and everything. És bizonyára láthattátok, de itt körülbelül egy éve egy kicsit máshogy közvetítjük az alkalmakat. So you might have noticed that for about a year now, our broadcast and our media team has been transforming. És Isten a szívünkre helyezte azt, hogy ne csak közvetítsük, ne csak elvigyük azoknak az alkalmat, akik nem tudnak itt lenni valamilyen okból kifolyólag, hanem elvigyük azoknak, akik még nem voltak itt. And God has really placed it on our heart at the beginning that our broadcast just wouldn't only be for the people who are unable to attend for some reason, but instead it would be able to take the church to people who have never attended church. És ehhez több kamera, több ember kellett, de igazából akkor is ott nem sok mindenünk volt. And for us to be able to do this, we needed more cameras and we needed more people. But right at the beginning, we didn't really have a lot of any of this. De hitünk az volt arra, mert hogyha Isten adta nekünk ezt a képet, akkor nekünk neki kell állni ezt megvalósítani. But what we did have at the beginning was faith. Because if this was truly a message from God, then he was able to carry this out. És igen, sokat dolgoztunk rajta, hogy ha Isten nem adta volna a hit ajándékát erre a szolgálatra, akkor már az elején abba hagytuk volna, sőt, én lettem volna az első, aki azt mondja, gyerekek, hát se eszközünk, se pénzünk, se csapat, hát hogy álljunk így neki? And yes, we had to work really hard to be able to get to the place that we are today, but if we didn't have any faith, I would have been the first person to say, you know, let's just give up because we don't have any resources or manpower. Nekem ez a szakmám, szóval csak ezért mondom ezt. Megnézzük Woolbeddy adatok alapján, mit tudunk csinálni a jövőben. This is what I do in my job as well. You know, I look at past statistics to see what we can do in the future. De Isten olyan jó, hogy ő máshogy működik. But it's so great that God works differently. És eközben tanít arra, hogy bízunk benne jobban, és építsük az ő egyházát. All the while teaching us to trust him more as we build up his kingdom. És ugyanaz a lélek adja a hit ajándékát, az a lélek ad még egy különleges másik ajándékot is. Mégpedig a gyógyítások ajándékát. The same spirit who is giving this gift of faith, he also gives another special gift, which is the gift of healing.
És mikor Jézus itt járt a földön, akkor azt olvassuk, hogy ő gyógyított mindenféle betegséget és gyengességet. When Jesus was here on earth, we read that he was able to heal all sorts of different illnesses and sickness. És ha a Szentlélek Jézus valódi karakterét mutatja be nekünk, akkor a gyógyítás ajándéka ugyanúgy működik ma is, mint akkor. And if the Holy Spirit is truly portraying Jesus' character to us, then his power should work the same as it did back then. És hogyha ez az ajándék ugyanúgy működne, mint ahogy mi gondolnánk először, akkor üresek lennének a kórházak, nem? Mert akinek van erre ajándék, az elmegy és meggyógyít mindenkit. And if this gift was working how we imagine it to be, then our hospitals would be empty because someone would just go and heal everyone. Az, hogy Isten mikor, kit és hogyan gyógyít meg, az egy misztérium. Who and when God chooses to heal is a mystery to us. És van, amikor hallunk csodálatos gyógyulásokról. And there are times when we hear of miraculous healing. És van, amikor Isten azt az utat választja, hogy menj el az orvoshoz, vedd be a gyógyszer, és lehet, vagy menj el a kezelésre, és lehet, hogy valaki elcsodálkozik a te hiteden az orvosnál, vagy a kórterembe. And at other times, God chooses a different path, making you take the medication or the treatment to go see the doctor. And while doing that, somebody might be able to surprise at your faith. Vannak emberek, akiknek megvan ez az ajándékuk. Some people have this gift. És hogy valahogy késztetést éreznek arra, hogy elmenjenek és imádkozzanak a betegekért. And somehow they feel this drive or this inclination to go and pray for the ill. Elmennek kórházakba és nem érzik ott rosszul magukat. They go into hospitals and they don't feel off by that. És hogyha Isten a szívükre helyezett valamit és imádkoznak, akkor van, hogy emberek meggyógyulnak. And if God has put something on their heart and as they pray, some people will be healed. És van, hogy nem. And sometimes they aren't. Hogy Isten ajándékot adott nekik arra, hogy használják ezt. But God has given them this gift to use for this. De Isten a szuverén, az ő útjai, az ő értelme, az nem a mi útunk, meg nem a mi értelmünk. But God's paths and his ways and his intellect are not our ways and are not our intellect. Az utolsó igerész a mai rész, mai délelőtt. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a profétálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanazon lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. To another, miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another, the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one just as he determines. A lelkek megkülönböztetése az, hogy mi az, ami a Szentlélektől ihletett tanítás, útmutatás, cselekedet, vagy nem a Szentlélektől ihletett. He mentions here distinguishing between spirits, which means being able to differentiate what comes of the Spirit and what isn't. Mi az, ami Istentől van tényleg, vagy mi az, ami csak emberi okoskodás, vagy a gonosznak a munkája? What is something that truly comes from God, or is actually just of like your human intellect, or even the work of the evil one? A sátán ugyanúgy képes csodákra, nagy megtapasztalásokra, kihasználva az emberi tudatlanságot és gyengeséget. Because Satan is also capable of doing huge or great miracles by exploiting or taking advantage of your being uninformed. És nagy szükségünk van az ilyen emberekre ma, akiknek ez az ajándékuk. And so we need people today whose gift is this. Mert az internettel meg a médiával tömegeket lehet elérni, és tömegeknek lehet hamis képet mutatni az egyházról. Because by the internet and on social media you're able to reach millions of people, but for either the good or for the bad. Aminek a végeredménye az emberi életekben mérhető. And the end result of that could cost human lives. Ez a gonosznak a munkája, aki kezdetek óta embergyilkos. And this is the work of the evil one who has been working for destroying or killing people since the beginning. A 14. részben majd bővebben
olvasunk a prófétálásról, meg a nyelveken szólásról, szóval ezt most nem fogjuk megnézni. So in chapter 14 of Corinthians, Paul is talking a lot more about prophesying and speaking in tongues, so we won't look at that just now. És csak egy-két dolgot szeretnék elmondani itt. But let me just say a few words about it anyway. Hogy ezek azok az ajándékok, amelyre sokan úgy tekintenek, hogy te például nem szólsz nyelveken, akkor nem lakik a Szentlélek benned. These are these gifts that a lot of people take as sort of standards for, you know, if you are able to speak in tongues, then you have the Holy Spirit. Hogy hiányzik valami fontos dolog az életedből. Or if you're not able to do that, then something important is lacking from your life. Hogy mondjam el, hogy ez egy teljesen rossz gondolkodás, ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy most vagy megvan a Szentlélek, vagy nincs, ha nem szólsz nyelveken. But let me just clarify that this is a totally wrong kind of thinking, and you cannot use this as a yardstick for whether you have the Holy Spirit or not. Hogy mondjam el neked, nekem például nincs meg ez az ajándékom, de nehéz lenne ezt a mai szolgálatot ellátni, hogyha Isten lelke nem lakna bennem. As for me, I don't have the gift of speaking in tongues, but it would be really difficult for me to do my ministry here today if I didn't have the Holy Spirit. És akkor elég rosszul választottam munkát is, mert félállásban a gyülekezetbe dolgozom. And then I would have chosen a really bad career path for me because I work in a church. Lehet, hogy te is így vagy itt, akkor 11-es vers az neked szól, hogy a lélek osztja kinek-kinek ajándékát, ahogy akarja, azaz ahogy akarja. And maybe you are thinking the same way, and then in that case, verse 11 is for you, that says, it is the same Spirit, he distributes them to each one, just as he determines. Nem is a mi dolgunk az, hogy eldöntsük, mi az, amit szeretnénk, mert azt vásárlásnak hívják, és nem ajándékozásnak. It is not up to us to pick and choose what gifts we want to receive, because that would be shopping and not gifting. Hanem, hogy az, amit van, azt tudod-e, hogy van, és hogy használod-e? But instead our task is knowing and using the gifts that we do have. Mert használni Isten ajándékait, az csoda. Because using the gifts of God is a miracle. Valaki ez úgy szólni, úgy ismerni, mint hogyha Isten tenné, az csoda. Being able to speak to someone as if you knew them completely fully, that is a miracle. Hogy hinni valamiben minden körülmény ellenére, kitartani mellette, mert Isten mondta, az csoda. Believing in something despite all circumstances and holding on to it because God has declared it for you is a miracle. Hogy imádkozni valakiért, aki meggyógyul, akár természetfeletti módon, akár nem, az csoda. Praying for someone who is ill and then either supernaturally or not they are healed is a miracle. Hogy bölcsnek lenni és tanácsokkal segíteni a másikat, akinek reménytelen a helyzete, az csoda. Being wise and being able to give good counsel and advice to people is miracle. És a lista az itt nem teljes, majd olvassátok el a többi lelki ajándékot. And again, the list goes on here. It's not an exhaustive list, so you can look that up later. De nyisd ki a szemed, mert ezek jelen vannak itt is. But open your eyes, because these gifts are present here. Ha nem ismered, akkor kutasd őket. And if you don't know them, then look out for them, search them out. Ha ismered, akkor használd a másik javára. And if you know your gift, then use it for the sake of others. És tudjátok, majd nem az ajándékok alapján fogja Jézus megmérni az életünket, meg a súlyát. And you know, it's not according to your gifts that Jesus is going to take account of your life. Hanem az alapján, hogy mihez fogtunk vele, akár a születésünkkor kaptuk, akár az újjászületésünkkor. But instead, based on what you have done with the gifts that you were given, either at the time of your birth or the time of your rebirth. És hogyha úgy érzed, hogy ezeket az ajándékokat te nem ismered, akkor gyere, és szeretnénk majd itt imádkozni érted. Leszünk páram. And if you feel like you don't know these gifts or you don't know this gift in your life, then just come because we are happy to pray for you for this. Tudjátok, Isten vágya az, hogy ő szeretné építeni az egyházat. God wants to build up his church. Szeretne igaz képet mutatni róla. And he wants to portray a real or true image of himself. Szeretné rajtad keresztül építeni az ő egyházát. And he wants to use you to build up his kingdom. És ehhez megadott neked mindent. And he has already given you everything that you need. Imádkozzunk. Let's pray. Mennyi atyám, köszönjük neked azt, hogy te egy apa vagy. Heavenly Father, we thank you so much that you are our Father. Aki megajándékozott bennünket nagyon sok mindennel. A Father that has gifted us with so many good things. És szeretnénk ezeket úgy látni, mint ajándékok.
And Lord, we want to see these things as they are, as gifts. Szeretnénk azt látni, hogy ez isteni, ez tőled van. We want to be able to see them as divine, as coming from you. Szeretnénk rácsodálkozni. We want to just marvel at them. És szeretnénk építeni ezzel a te egyházadat. And we want to use them for the furtherance of your kingdom. Kérlek Istenem, így mutasd meg nekünk egyen-egyenként, hogy mi az, amivel mi ezt meg tudjuk tenni. So Lord, I ask that you would just reveal to each and every one of us what these things are that we can use for your kingdom. Hogy még több ember ismerjen rá arra, hogy te vagy az egyetlen, akihez fordulni lehet. That more and more people would realize that you are the only one that we can turn to. Hogy még több ember hozza meg azt a legnagyobb döntést az életükbe. That more and more people would make this greatest decision in their life. Hogy még többen lássanak nagy csodákat. And then more would see miracles. A te drága nevedben, amen. In your precious name, amen.